Az országos minősítő vizsga előtti utolsó gyakorlásra gyűlt össze a Szombathelyi Erdészeti ZRT vadászkürtös csapata. A négy tag közül van, aki már közel 20 éve kürtöl. Azt mondják, ahhoz, hogy a hangszert igazán jól tudják megszólaltatni, rengeteg gyakorlás szükséges. Minden nap, de így együtt kétszer egy héten fújunk össze. Tehát itt nem arról szól, hogy ki tudjuk fújni a hangokat, hanem hogy összefújjuk a hangokat. Hogy megfelelő ütemben, megfelelő lépésben egymás után tudjunk következni, amikor különböző szólamokat fújunk. A vadászkürtösöknél nem csak a hangzás, hanem a megjelenés is számít. Például válszélességű terpezben kell állni, és egyszerre kell szájhoz emelni a hangszert. Három és levegővétel, egyszerre kezdjük, figyelünk egymásra folyamatosan, az ütemet tartjuk, és a végén, amikor elvégeztünk, elemeljük a szánktól a kürtöt, és akkor egy vezényszóra le, és akkor egységesen emeljük le a kürtöt. A hétvégi minősítő vadászkürtös versenyen egy kötelező és három szabadon választott szignált kell minimum három szólamban előadni a csapatnak. A vadászkürtös hagyományok főként Németországból származnak, egykor fontos kommunikációs eszköze volt ez a hangszer a vadászatoknak. Minden egyes mozdulatra megvan a hangjelzés, de ezekből már nagyon sokat nem használunk. Azért már bejött a technika, bejött a mobiltelefon, rádiók, és így egy része. Mert nem kell őket használnunk. Ez például a terítéken az őz szignál, de minden vadfaj tiszteletére külön dallam szolgál. Ez ad egy hangulatot a vadászatnak, meg a reggel a köszöntésig, ahogy mondták a többiek is, a vendégek is szeretik, meg tényleg ez tradíció. A vadászat végén a teríték, a vadnak végül is ezzel adjuk meg a tiszteletet a terítéken. Az országos minősítő vadászkürtös versenyt június utolsó hétvégéjén Kecskeméten tartják.